Sziasztok, itt vagyunk a Stickbolt Bajnokság újabb állomásán, és itt van velünk Fanni és Geri. Sziasztok! Sziasztok! És hát egy picit beszélgessünk azért előtte, te először vagy a műsorban, szoktál játszani videójátékokkal? Mesélj egy kicsit magadról. Én a FIFA-t azt nagyon bírom, FIFA-t nagyon sokat FIFA-ztam, emellett GTA is volt, és ami számítógépen volt még kisebb korom, az pedig a Sims. Nagyon szerettem építeni lakásokat és házakat, azt bírtam. És hát itt van Fanni, aki rendkívül tehetséges volt a múltkor ugye a Speedrunners bajnokságban, és egyébként beszélgettünk is arról, hogy mennyire sajnálod, hogy az annak idején ugye félbeszakadt, meg minden. Pedig az biztos, hogy megnyertem volna, annyira belejöttem. Egy ős tehetség volt benne, de tényleg így volt. És hát sajnos most egy másik játékot fogunk játszani, de azért ne szomorkodjunk, mert szerintem ez a játék is rendkívül vicces. Úgyhogy kezdjük akkor a játékot, választhatok magatoknak egy karaktert, amelyik szimpatikus. Van itt az ördög, mindenki itt van. Van még egy csontváz harcosunk is van. Miguel a tanár úr, igen. Miguel a tanár. És Heidi. Wow, csup, csup, da! És akkor ne felejtsétek el, hogy a zöld Fanni, a piros pedig Geri. Yes! És Fanninál van a labda, csak nem jól célzott, és már is hatalmas vetődésekkel indul a játék. És megint, még csak Fanninál van, és így van, ez az, és jön a busz, majdnem. De Fanni, hát ez egy átvert minket a gyakorlás nálatt, úgy tűnt, mint aki nem tudsz. Gyakorolt. Gyerünk, dobjad. Majdnem, dobjad. Ne. Nem kell ilyen közel menni, és ott van a mékos is. Előtt. Vigyázzatok, ne! És majdnem Fanni az autó alá került, hát kérdez. Jaj, vigyázz, és egy pont. Van. Egy pont Gerinek, ott egy van. Pont. Ott van. 1-0. Gyenge kezdés után. De szerintem ez nem kiegyenlített volt, úgyhogy abszolút. És meglepett a Fanni, milyen erőszakosan kezdődött. Jó, hát felkötötte magatját, persze. Na gyerünk. Bif. Jaj, és már is, nehogy azonnal kidobást legyen a vége, mert akkor már 2-0. A padok mögé egyébként igen, el lehet bújni. Miért lesz utána? Vigyázz! Hát nagyon nagy szerencséd van, hogy a hippie úgy döntött, hogy nem jó! Úristen, hát mennyire közel volt? Na, Bif, kapom! De most kész kisves szemvége? Hát nem, még nincs, nem. Még csak 2 pont, 3 pontot kell szerezni egy pályán, szóval még mindig van esélyed ezen a pályán, egyelőre 2-0. Ott is írja alul, hogy 3 pontnál nyer valaki. Belemosztottak össze. Úgyhogy vigyázzatok, ott vannak a méhek, és ha a méhek elkapnak, akkor ő be fog szédülni. De most Fanninál van a labda, és próbál menni oda. Vigyázz, el fogja gázolni, de nem. Utolsó pillanatban sikerült. De amúgy most miért vetődsz egyébként? El tudnál kapni, hogyha nem? De nálad van a labda, Fanni. Ja, most dob ki! Ez az, Fanni! Mi? Ez az, kidobtad. Most mit tettél? Ezt megnyertem? A méhkas elkábította, és közben kidobtad. Ennyi. 2-1. Miguel, miért? És megint Fanninál van a labda, és dobjad. Majdnem, de visszakaptad a falról a labdát. De most megint elbújtál. Elbújik ez a gonosz ember, elbújik a pad mögé, de nem szabad sokáig ott maradni a padok mögött. Fanni, kiegyenlítettél ezzel, 2-2. Aki ezt a pontot most hozza, az nyeri ezt a pályát, úgyhogy ez rendkívül izgalmas eddig. És megint Fanninál, ez nagyon jó a kezdés, akkor mindig megszerzi a labdát. Na és látod, ott tartott taktikusan, nem is kell kidobnod. Jön a busz, elüti, kész. Jaj, hát ez egy közterületrongálás lett most a Fannitól. Jaj, nehogy arra menjen az autó, mert nem, elfordul szerencsére. Hoppá, igen, és vigyázz Fanni, mert most csillagokat lát. Kapu, még olyan behúzta. Nem fejezem be a mondatot. Behúzta. Itt arra figyeljetek, hogyha jön a hullám, akkor ott elkábultok, hogyha hullám így elsodor, akkor ott beszédültök, illetve hogyha medúzák vannak a pályán, azt is egymáshoz tudjátok vágni. Ennyi. Erre a kettő. És a rákoknak, az pedig lelassít. A rák pedig lelassít. A rákot nem lehet megfogni. Azt nem lehet megfogni, az rátapad és egy picit rajta, és akkor lelassít. És kis fürdőruhába lettél, Fanni, nézd meg. Látod? Mert hiszen ez a beach, meg Miguel is egy fantasztikus kis fecske, egy fecskét, zöld fecskét felvett magára. És ott a hullám, de nem. Szerintem Miguel lesz ki van gyúrva egyébként. Látszik rajta, igen. És ott van a medúza, tehát a medúzát veszed föl. Itt közben Fanni gyűjti itt a rákocskákat, hogy hol látom. De mit csinálok a rákkal? Azok csak lelassítanak, nem tudok mit csinálni. Ja, és mindenketten beszélültetek. Fanni, most dob ki, Fanni, és meg is nyered. Majdnem. Ez nagyon kevesen múlt. De sajnos. Miguel, a csodálatos fejpántjával. Kevesen múlt a nyert, és akkor folytatódik tovább, és tehát hogyha ezt a pályát is a Geri nyeri meg, akkor vége van ennek a mai. De most ki tudja dobni a Fanni, mert hiszen Miguel meg van szédülve. De. Nem. Miguel. Nem hiszlek el. Jaj!
Jaj, vigyázz! Hát ez most nem sokon múlt. Medúza? Vedd el tőle, Fanni! Ez az elvetted, Fanni, ügyes vagy! Jaj, ne! De most nálam van a... Jaj, ne! Bújjál, Fanni! Jaj, vigyázzatok! Ez az! Most ez Fanninak kedvez, mert ugye beszélő tőle Miguel is. Miguel. Imádom Miguel. Jaj, ne! Nagyon sajnálom. A fene egye meg. 2-0, de így volt az első pán is, és 2-2 lett belőle. Jó, az igaz, jó, akkor még nem vagyok elkeseredve. Nem. Vedd el tőle, Fanni. Jaj, ne! Próbálj meg ilyenkor néha elbújni egyébként a izé mögé. Bújjál, Fanni, elütlek ki. Majdnem a hullám elnyomta. Nincs lelassított. Azt mondom, hogy nem ütsz ki. De így, hogyha most megnyomnám már, pif, véged lenne. Hát jó, most nem vagyok gyorsna. Jön a hullám! Vigyázzatok! Ó, és szegény, van itt még a hullám is. Húzza. Azért a víz az úr. Azért a víz az úr, ugye tudjuk. Húzz le az élet. No. És egy megint egy rongálás, ezt kifizetted a műsor után van a szördeszkát, jó? Mert ezt nem lehet így. Jaj. És most Fanninál van a labda, úgyhogy próbálj meg egy kicsit lefelé menni, és akkor ott próbál, nézd meg, ott még láttad a cinkel direkt, hogy... Táncol neked még. Igen, ott próbálja, hogy ez nagyon szép, még egyszer. Majdnem Mandinerből sikerült. Jön a hullám! Ez az, gyerünk Fanni, most megvan szédülve nagyon, most ki tudod ütni. Ez nem sokon múlt. A szörvdeszka védte meg, és hát ez már 3 szörvdeszka. És megint megszívült Fanny. Jaj, azt hittem, hogy nem veszed meg. Nem. Vigyázzatok, vigyázzatok, most már nincsen fedett. Fanny, dob, vágd hozzá a medúzát. Ez az, és most a labdát. És most a labdát, Fanny, és megvan. 1, 2, 1. Mi, most tényleg? Igen. Megszívült a víztől. És csak 2 szörvdeszkánk van, már nem merik a szörfösség ide tenni, mert összetöritek az összes szörföt. Jaj, de megszívult Fanny, sajnos. De most nálad van a labda, és nem sikerült eltalálni sajnos Gerit. Aj, Mandinerből is lehet pedig, csak hát nem volt hozzá elég erős. És megint jön az árvíz. Mind a kette... Nem. Csak szegény Fanny. De most megint Miguelné van a labda, aki egy igazi, fantasztikus úriember. Hős és úriember. Hoppá, és most mind a ketten egyszerre, de hogyha most Fanny meg... Jaj, és ez egy Mortal Kombat lesz lassan. Na, de most Fanny kidobhatod megint, és 2-2. Kérem szépen. Mi ez a kapov? Hát ez egy ilyen hangutánzó szó, kapó! Kiütöttelek, azt jelenti, kapó. A lényeget. És milyen jól áll a fürdőruha, nézd meg! Kapó! Igen, nem rossz. Kapó! Na, ez az, és majdnem Fanny rákokkal haladt tova, rák lett testvére. Na, kérem szépen, ez az! Hát, ki tudnálek ütni? És... Kapó. Kapok, sajnos. Jó, most kész, vége. Igen. Na hát is kérem szépen, hát Geri nyerte meg ezt a mai kört. De én azt gondolom, hogy különösen az első meccs, az nekem nagyon tetszett ott a kocsival, az nagyon kiegyenlített volt, nem? Igen, abszolút, nagyon szoros volt, úgyhogy ezt majd folytatjuk élőben. Élőben megyünk? Igen. Na ez! Úgyhogy összességében remélem, hogy tetszett a játék, mert nem is annyira, mint a Speedrunners, ugye, hiszen neked az volt a kedvenced. De itt ilyenkor nincs különbség annyira a lány és fiú között, nem? Abszolút nincs. Hát az e-sport egyébként, ezt sokan szokták is mondani, az e-sportban az a jó például, hogy ott ugye, mivel a fizikai különbségek nem számítanak, ezért ott egy mezőnyben is lehetnek. Egy kérdésem lenne. Miért is kézilabda játék szerint? Azért nincsen, mert sokkal nehezebb a labdának a fizikáját behatárolni, mint a fociban, hogy ott annyi minden történik, hogy például az, hogyha hát valami testrészt érne, meg ilyenek, hogy nem tudják jól megcsinálni. Mi próbálkoztak, de sose lehet jól, mint a FIFA, meg ezek, igen. Láttam ilyen 2016-os, vagy nem tudom. De borzalmasak voltak. Na és a jó hírünk az az, hogy van alsóág, meg felsőág, úgyhogy ezért mi mind a kettőtökkel fogunk majd még találkozni. És lesz egy kupa is. Azt remélem, tenyered meg majd, Geri. Jó, figyelj, hogyha itt most elkezdtem, akkor végigviszem a küldetésemet. Trukkolok. Találkozunk legközelebb is a Stickball bajnokságban. Sziasztok. Sziasztok.